estét kívánok kedves nézőinknek, az Amplin Televízió hírműsorát, a hírhetet látják július 5-én, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Több mint 1 milliárd forint értékű beruházást adtak át ünnepélyes keretek között Sátoraljaújhelyen. Júliusban is színes programokkal készül a Sátoraljaújhelyi Kossuth-Lajos Művelődési Központ. Június hónapban 16 anyagi és 3 személyi sérüléssel járó baleset történt. Több mint 1 milliárd forint értékű beruházást adtak át ünnepélyes keretek között Sátoraljaújhelyen. A Milic 2007 Kft. És a Suratrét Kft. Az elmúlt egy évben 450 millió forint állami támogatás mellett megújította és új technológiával bővítette a város határában található telephelyét. A fejlesztés jelentőségét elsősorban az adja, hogy egy a megújuló energiával működő tisztító és szárító berendezések és egy új terménytároló épület is része volt a beruházásnak. Bár Tokajhegy alján elsősorban a szőlészet kapcsán van jelen a mezőgazdaság, a legutóbbi Sátoraljaújhelyi beruházás már a szántóföldi növénykultúrák kapcsán is erősíti ezt a szektort. Több mint 1 milliárd forint értékben adták át a város határában található tisztító és szárító berendezéseket, egy új terménytároló épületet, valamint az ezeket kiszolgáló megújult telephelyet. Az eseményen elhangzott az elmúlt időszak kihívásai, amelyeket az ágazat szereplői hatványozottan megéreztek, tovább gondolásra is sarkalt sokakat. Ennek volt köszönhető például az is, hogy a beruházás kapcsán a megújuló energiaforrások kaptak hangsúlyt az energiaellátásban. 2010-ben vásároltuk meg ezt a telephelyet. Először csak a hídmérleget cseréltük, és a raktárépületet hoztuk olyan állapotban, hogy a saját terményünket tudjuk tárolni, és gyakorlatilag addig személyzet nélkül tudtuk üzemeltetni. Majd a tavalyi év folyamán pályázati pénzekből megvalósult egy terményszárító és a hozzá kapcsolódó tüzeléstechnikai berendezés. Így már tavalyi évben vásároltunk fel terményt is, illetve az idei évben megépült ez a csarnok, amely most 6000 tonna termény tárolására alkalmas. Jelenleg 4 fő sátoraljaújhelyi kollégánk dolgozik itt a telepen, de nyilván ezekkel a nagyobb méretekkel már több emberre lesz majd szükségünk az üzemeltetéshez. A beruházásnak köszönhetően tovább erősödik a térség gazdálkodóival kötött együttműködés is, hangzott el az esemény kapcsán. A gabonát olyan állapotba kell hozni, hogy piacképes legyen, és tárolnunk is tudni kell, mert a piaci viszonyok olyan hektikusak, hogy nyilvánvalóan piaci szereplő nem teheti meg, hogy mindig az alján értékesít, úgyhogy ezzel a tárolókapacitással mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy optimalizálni tudjuk az értékesítést. Sátoraljaújhely, de tágabb értelemben a régió mezőgazdasági tevékenységének megerősítése közös érdek, fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. A mai átadás nem csak egy Kft-t erősít, hanem egy várost és egy térséget. Hiszen egy magyar vállalkozás, agrárvállalkozás nyert el uniós pályázatot, és ennek köszönhetően olyan fejlesztést hajt végre, ami rentábilis jövőt vázol egy Kft-nek, illetve egy térség a nemzetgazdaság tekintetében, egy térség mezőgazdaság fejlesztésében is és fejlődésében is egy fontos pont. Az ünnepélyes átadón az is elhangzott, hogy a mezőgazdaság területén a jelenlegi feltételek mellett további jelentős mértékű változások várhatóak, amelyeket elsősorban az orosz-ukrán háború befolyásol. A magyar gazdálkodók akkor lehetnek versenyképesek, ha előre tekintenek és alternatívákkal rendelkeznek. Júliusban is színes programokkal készül a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ. Már ezen a hétvégén a rendezvénytérre várják az érdeklődőket, ahol a helyi kutyamenhely megsegítéséért ad koncertet három együttes. Az ezt követő hétvégék is eseménydúsak lesznek, hiszen szabadtéri mozi, majd a Diriné Fesztivál és a Dohánygyári Fúvó Zenekar térzenéje várja majd a szórakozni vágyókat.
Már a június sem telt el programok nélkül sátoralja új helyen, hiszen a 20. nemzetközi vad és halétel főző versenyt rendezte meg a sátoralja új helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ. A nyár második hónapja már javában tart, így már készülhetnek is a következő rendezvényre, amit a helyi intézmény szervez. Július 8-án, azaz most szombaton a már megszokott Zeppelin gazdátlan állataiért koncertnek ad otthont a Sétáló utca, ahol a belépő egy kutya eledel, vagy bármi, ami a menhelyen élő állatokat szolgálja. Ezen a hétvégén pedig a kutyák megsegítéséért koncertre kerül sor, tehát július 8-án a rendezvénytéren kerül sor erre a karitatív koncertre, hiszen már hagyomány, hogy a Kossuth Lajos Művelődési Központ és a Sátoralja Újhelyi Kutyamenhely dolgozói közösen szervezik ezt a koncertet. Idén 3 zenekar fog fellépni, egy erre az alkalomra összeállt újhelyi zenészek csapata, aztán egy debreceni zenekar, a Szignál zenekar, és a visszatérő vendégünk a Karambol zenekar. Tehát ez a 3 együttesnek a koncertjére kerül sor. 17:30 kezdődnek a programok, és körülbelül olyan 9 óráig tart. A következő hétvégén is programokkal várja a Művelődési Központ az érdeklődőket, hiszen ismét szabadtéri mozira lesz lehetőség a rendezvénytéren. A filmek kiválasztásánál pedig mindig figyelembe veszik az intézmény munkatársai, hogy a gyerekek és a felnőttek is jól szórakozzanak. Július 19-én pedig elindul a Déri Név Fesztivál is. Zenész színházi előadások, koncertekre kerül sor. 19-én a Latabár Színházban indítunk a Szemet Szemér című krimi színházi előadással a Dériné társulat előadásában, de érdekes módon a következő napokban, ami még korábban nem volt, most a Latabár moziban is lesz mozivetítés a Dériné ifjasszony címmel, és hát a további helyszínek az már megszokott módon nagyon népszerű az Ungvári pincekert mellett a Borterasz, a Völgyszínház, a gyönyörű milliójével a Felső Zsolyomka, és Szép Halomban gyerekeknek interaktív mesejátékra kerül majd sor. Budainé Bodnár Edit hozzátette még, hogy július 23-án a Dohánygyári Fúvózenekar foglalja el a Sétáló utcát, majd augusztus elején pedig Kovács Kati és Valmar koncertjén szórakozhatnak az érdeklődők. A Dériné program keretében a Csavar Színház tartott előadást a Sátoralja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Gál Tamás színművész a helység kalapácsát hozta a nagy érdemű elé. Az esős idő ellenére is jól szórakozott a közönség, hiszen szívesen vettek részt az interaktív részekben. Petőfi Sándor művét, a helység kalapácsát valószínűleg mindenki ismeri. Ezt a darabot láthattuk Sátoralja Újhelyen, a Kazinczy Ferenc Múzeumban a Csavar Színház előadásában. A Csavar Színház több mint 20 éve tevékenykedik, és ezt a művet már a kezdetek óta játsszák. Gál Tamás színművész az előadást a közönséggel való állandó kommunikációjával, interaktív játékmódjával teszi komédiává. Ezt színesítik azok a dallamok, amiket Bodonyi András szerzett. Gál Tamás elmondta, hogy minden előadásnál bízik a közönségben. A színészet az mindenkiben ott van. És ez is nagyon fontos, hogy ebben biztos vagyok, hogy ez a huncutság, ez a játékosság minden emberben ott van, hiszen azért szeretünk színjátszó csoportba járni, minden másik ember azt mondja, hogy én színész szerettem volna lenni, vagy milyen jól mondtam, én is verset, ez nem, ez természetes. Mindannyiunkban ott van az előadó művész, és én erre építek, hogy azok az emberek, akik hallgatnak, őnekik se kell sok. Tehát nem kell, ugye ott csúszik meg sok színész, hogy agyon játsza. Nem bízik a közönség intelligenciába, nem bízik abban, hogy szinte minden második ember közülük színjátszó csoportba járt, vagy lehet, hogy jobb színészek, mint én magam, csak egy másik pályát választott. Tehát ez volt az attitűd. Bár az első előadásoknál nem volt nagy siker a helység kalapácsa, mostanra talán ez lett a legtöbbször játszott darab a repertoárban. Hogy így tudom játszani a helység kalapácsát, az azért kellett legalább 10 előadás. És mindig kérdezik tőlem, hogy nem unom-e már, hogy ez a, hát ennek ez a lényege, mint a Comédie dell'Arte színészei, hogy minél többet játszottak, annál nagyobb mesterei voltak annak az etüdnek, annak a mozdulatsorból álló jelenetnek. A helység kalapácsa az mindig egy kicsit más. A környezet, a helyzet, a közönség is alakítja. Rengeteg improvizációs elemmel,
de mire erre a szintre jutottam, hogy minden egyes pontján tudom, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy ne unatkozzanak, főleg a gyerekek, mert én ezt leggyakrabban gyermekeknek és ifjúsági előadásban játszottam. Addig azért az nagy út volt. Az is nagy út volt, hogy a gyerekeknél mindig van az interaktivitás, felnőtteknél meg már nincs. A Kazinczy Ferenc Múzeumban az előadás elérte a várt hatást, hiszen az eső ellenére is szívesen vettek részt az interaktív részekben a gyerekek és a felnőttek is. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár idén-nyáron is várja keddenként az óvodás és kisiskolás gyerekeket kézműves foglalkozásaikra. A mese délelőttel egybekötött alkalmakra azokat a gyerekeket várják, akik szeretnek alkotni. Szeptemberig majdnem minden délelőtt lehetőség lesz erre. Mese, olló, ragasztó, színes papírok, faelemek és mindenféle apróság. A tapasztalt szülők már sejthetik, hogy itt bizony kézműveskedés zajlik. Nagy segítség a számukra a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban szervezett kézműveskedt foglalkozás, ami program lehetőséget nyújt a nyári időszakban is az óvodás és kisiskolás gyermekek számára. Ilyenkor meseolvasást követően az elhangzott történethez kapcsolódó produktumokat készítenek az apróságok, egy kis szülői vagy könyvtárosi segítséggel. A mai nap során a gyerekek és az érdeklődők hűtőmágnest készíthetnek. Lehet választani, hogy lepke formában vagy csiga formát szeretnének elkészíteni. Ezen kívül egy meséhez kapcsolódóan, a fába szorult hernyóhoz kapcsolódóan hernyót készíthetnek csipeszből. Ugye a csipesz tudjuk, hogy csipesz, fa csipeszből, a hűtőmágnes pedig szintén fa alapanyagból készülnek. A résztvevő gyermekek a legutóbbi alkalommal is láthatóan igen nagy élvezettel vettek részt az alkotások elkészítésében. A kész hűtőmágneseket és hernyócsipeszeket pedig sokan a szüleiknek vitték ajándékba. A már több éve sikeres programok folytatódnak a nyár további részében is. Lesznek még júliusban is alkalmak, majd a nyár utolsó hónapjában pedig majdnem minden kedre egy új programot talál ki Orosz Csilla, gyermekkönyvtáros. Augusztus elejétől szinte minden héten, keddenként 10 órától várjuk az érdeklődőket szeptemberig. Mivel hétről hétre más alapanyagokat és technikákat alkalmaznak, így akár mindegyik alkalom élvezetes lehet az alkotni vágyó gyermekek számára, így többször is érdemes részt venni. Tette hozzá Orosz Csilla gyermekkönyvtáros, aki nagy szeretettel várja a gyerekeket. Az aktuális kézműveskeddek időpontjaiért érdemes az intézmény online felületeit figyelni. Június hónapban 16 anyagi és 3 személyi sérüléssel járó baleset történt Sátoraljaújhelyen és a rendőrkapitányság illetékességi területén. Ez az eddigi hónapok legrosszabb statisztikája. Ezeknek az eseteknek a kiváltó okai a figyelmetlenség, mondta el híradónknak Sáfrányos György, a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság rendőr alezredese. Ismét eltelt egy hónap, így a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság újabb statisztikát készített a júniusi balesetekről. Évek óta a legfőbb baleseti okok közé tartozik az ittas vezetés, a gyors hajtás és a figyelmetlenség is. Ezeknek a kiszűrése érdekében pedig számos alkalommal vannak jelen a rendőrség munkatársai, azonban még így is számottevő a balesetek száma a térségünkben. Sáfrányos György, a helyi rendőrkapitányság rendőr alezredese elmondta, hogy az elmúlt fél évből eddig a június a legrosszabb, hiszen nem csak sok anyagi, hanem személyi sérüléssel járó baleset is történt. Azt kell, hogy mondjam, sajnos, ha nem is fekete, de egy sötét hónapot zártunk júniusban. 16 anyagi káros balesetünk volt, ami úgy gondolom, hogy körülbelül másfélszerese az elmúlt havi átlagoknak, és emellett még 3 sérüléses balesetünk is volt, amiből egy súlyos, 2 pedig könnyű sérüléssel zárult. Azért is mondjam, hogy sötét hónap volt, mert nekem minden sérüléses baleset az negatívumnak számít. Ráadásul a könnyű sérüléses balesetben ugye 2 balesetünk volt, hogy említettem, 2 könnyű sérüléses, de 4 sérült el. Tehát az egyik esetben 3 sérült volt, mint a másikban 1, illetve a súlyos sérülés az pedig mindenképpen úgy gondolom, hogy az elkerülhető lett volna. Sáfrányos György hozzátette még, hogy ezek a balesetek figyelmetlenségből adódtak. Mind a 3 baleset az figyelmetlenségből következett be. Az egyik baleset, amiben 3 sérültünk volt, az figyelmetlen volt a gépjárművezető, nem észlelte időben, nem figyelte arra, hogy az előtte lévő gépjárműbe akar kanyarodni, és így belecsapódott a hátuljába a megálló, illetve ugye a forgalmiok miatt bekanyarodni nem tudó gépjárműnek. A másik könnyű sérüléses baleset az egy nagyon érdekes volt, mert a kerékpárúton következett be,
és kerékpáros volt a sértett, de az okozó az egy segédmotoros kerékpáros volt, aki ugyan jogszerűen használta a kerékpárutat, de figyelmetlen volt, hiszen az előtte haladó kerékpárosba ment bele hátulról. A súlyos sérüléses balesetet viszont egy tolatásból következett be, egy figyelmetlenségből, és amiért szomorú vagyok, hogy egy gyalogos volt a sérült, tehát úgymond az áldozat, vagy a részes ebben az esetben. Ugye mindig el szoktam mondani, hogy a gyalogos az a közúti közlekedésben a legvédtelenebb résztvevő, és jelen esetben is egy idős hölgyet ütöttek így módon el. A figyelmetlenségnek több oka is lehet, viszont a legmeghatározóbb az, hogy mindenki siet, kapkodik. Sáfrányos György ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ha valaki autóba ül, mindenképp figyelemmel is körültekintően vezessen, hiszen egy-egy rossz mozdulat ember életeket is követelhet. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Több mint 1 milliárd forint értékű beruházást adtak át ünnepélyes keretek között Sátoraljóújhelyen. Júliusban is színes programokkal készül a Sátoraljóújhelyi Kossuth-Lajos Művelődési Központ. Június hónapban 16 anyagi és 3 személyi sérüléssel járó baleset történt. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben holnap este jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!